2022-ben minden vállalkozást és szervezetet érintett valamilyen formában az orosz-ukrán háború februári kirobbanása. A nyíregyházi állatparknak is volt feladata ezzel kapcsolatban. Folyamatosan figyelemmel kísértük az ukrán kollégák segítségkérését, így például vittünk hozzájuk ki, szállítattunk ki számukra befogó eszközöket, de pénzadományon is segítettük őket, sőt nem titok, hogy befogadtunk állatokat is a háború sújtotta övezetekből, például egy kis oroszlán is érkezett hozzánk, és egy saján majom kátya, aki már örömmel jelentem, hogyha már a 2022-es évnek az zárásaként beszélünk róla, hogy már párt is kapott, és mely utód is született számára. A park tavaly ünnepelte 25 éves jubileumát. Ennek megkoronázása az afrikai kiselefánt születése volt, immár negyedik alkalommal Nyíregyházán. Születésnapi ajándék volt a dolgozóknak az indiai orszarvú világra jövetele is. A két ritkaságnak számító állaton kívül több mint 200 apróság látott napvilágot a parkban. Bölény, víziló, selyem majom, sörényes hangyász, teve, fehér farkas és puma ikerpár is növelte az állatállományt. De nem csak az itt született apróságok színesítették a park életét. Erről december végén Révészné Petró Zsuzsa beszélt híradónknak. A Nyíregyházi Állatpark az Európai Állatkertek és Akvárium Szövetségének tagja, és folyamatosan jönnek-mennek a programos állatok. Most a tegnapi nap folyamán például egy jegesmedve ment el tőlünk a fővárosba, és már az ELSA-t említem, az Európai Szövetséget, hatalmas büszkeség az, hogy idéntől a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgatóhelyettese dr. Papendre állt ennek az élére. Ez a megkoronázása tulajdonképpen a szakmai mi voltunknak, hiszen ennél magasabb státusz nem létezik Európában. Folyamatosak voltak a fejlesztések is, átadták például a varacskos disznó bemutató helyét. De nem csak az állatok kényelméről, a látogatók komfortérzetéről is igyekeztek gondoskodni. A korábbi értékelések alapján például kevés volt a mosdó, ezért néggyel növelték a számukat. Szükség is volt erre, hiszen forgalmas évet tudhat maga mögött a Nyíregyházi Állatpark. Sokan ráadásul nem csak egy napra jöttek, a 2, 3 és 4 csillagos szállodák a főszezonban teljes teltházzal üzemeltek. Óriási megkönnyebbülés volt az, hogy újra a Covid után igen kedvelt látogató célpont voltunk. Több mint 550 ezer vendég érkezett hozzánk, és külföldről több mint 200 ezer vendég, főleg szlovák és román lakta területekről. Idén is érdemes lesz ellátogatni a Nyíregyházi Állatparkba. Sok kismama várja, hogy világra hozza utódját.